tisztelt egybegyűltek, kedves testvérek, a mezei előadástól függetlenül a mai program keretében, a Főtér Fesztivál keretében egy látható eseménynek lehetünk tanulni, amelynek keretében leleplezzük ezt az emléktáblát, amelyet hálából készítettünk 300 éves jubileumi ünnepségünk alkalmából, azért, hogy egy nyomot hagyjunk az utókor számára. Ugye, ahogyan láthatjuk, azzal párhuzamos, azzal az emléktáblával, amelyet egyházmegyék fennállásának 200. évfordulója alkalmával készítettek a nagybányai hívek, tehát a templom itt látható ugye a bal oldalon. Ezt az emléktáblát pedig nagy szeretettel készítettük, annak emlékéül, hogy 2020-ban ünnepeltük a 300 éves jubileumi eseménysorozatot. Adja az Úr, hogy majd az utókor is emlékezzen arra, majd 50 év múlva, 100 év múlva, 200 év múlva is. Legyenek olyan emberek, akik megemlékeznek a múltról, és közben ugye ők is építik és továbbviszik azt, amit elődeinktől mi is kaptunk. Ebben a szellemben, a hála szellemében leplezzük le ezt az emléktáblát a nagybányai közösség és a nagybányai hívek részéről. Felolvasni az emléktáblán található írást, amely jubileumi évünknek a jelmondata volt, a vezérfonala az apostolok cselekedeteiből. Álhatatosan kitartottak az apostolok tanításában, a közösségében, a kenyértörésben és az imádságban. Továbbá pedig a jubileumi eseményünknek a logója található, Nagybányai Szentháromság templom, eukarisztikus testvériség, állítatott a 300 éves jubileumi év emlékére 2020. Most pedig megáldjuk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Mindenható örök Isten, a tied a múlt, a jelen és a jövő, az idő fölött te uralkodol. Add, hogy soha ne felejtsük el, honnan indultunk és hová tartunk. Mi a te törvényeidben találjuk meg igazi örömünket, és mindig neked akarunk szolgálni. A múlt szépségeit szemlélve és abból megerősödve tudunk a jövőre ajtót nyitni a jelenben. Kérünk, áld meg ezt az emléktáblát, mely 300 éves templomunk és ennek a hívő közösségnek hagyományait, lelkesedését és hitét jelzi. Add, hogy őseink szent hitében tudjunk mindig téged választani a megpróbáltatások idején, és hogy templomunk ezután is neved dicsőségére és a lelkek üdvösségére szolgáljon Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hálás köszönet mindannyiuknak a részvételért. Adjon az Úr mindannyiunknak áldást, erőt, kitartást, hogy tovább tudjuk építeni kereszténységünket, kultúránkat Isten nagyobb dicsőségére.
neki legyen hála és dicsőség. Köszönjük szépen!